Mióta kendózol? 2 éve. Régen Japánban, Ránykolámban teniszeztem, kosárlabdáztam, de régóta nagyon akartam kendozni, de sajnos nem is került. Magyarországon láttam a bemutató Phoenix-et. Amikor először láttam a Phoenix-et, emlékeztem japán iskolai edzést. Nagyon, nagyon jó volt, nagyon szimpatikus volt, azért akartam. A fiatal emberek mellett ez a testőröm? Ő? Nagy fiam. Először nagy fiam akart kendozni, de szóltam nekem, anyu akarok kendozni. Akkor mi ketten láttunk debütatót, akkor ketten kezdünk. Mióta élsz Magyarországon? 6 évvel ezelőtt jöttünk. Igen, igen. De most 6 és fél. Szeretett csinálni? Igen, igen, igen. Mi a jó benne? Amikor kendozom, minden napos bajáig el lehet felejteni. Nagyon összpontosítom. Hányszor van edzés? A hetente 2-szer. És nem furcsa, hogy férfiakkal kell vívnod? Nem félsz tőlük? Nem. Férfiak és nők, mindenki, csak kendósok. Magyar mesterektől tanulsz, nem furcsa ez egy japánnak? Nekem nem, mert úgy gondolom, hogy japán mester, magyar mester, mind a kettő mesterek nekem. Értitek? Nihonjin a hangari no hito ni kendo osie, その方たちがメステルになり、その方たちがまた日本人に教えるというのは私にとってはすごくいいことだと。Miért érdemes egy japánnak Magyarországon kendozni? とにかく剣道をやっている時間は他のことを考えず剣道のことだけを考えています。それがとても気持ちいいことだと思います。